Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mit gondolnak, melyik volt 2013 leggyakrabban használt szava? Az Oxford Szótár szerkesztő bizottságának vizsgálatai szerint egy angol kifejezés gyakorisága 2012 és 2013 között 17 000%-kal nőtt. Ennek köszönhetően az Oxford University a 2013-as év angol szavának a selfie szót választotta. A selfie-t, melynek jelentése önmagunk fényképezése, jellemzően okostelefonnal vagy webkamerával, majd a képek feltöltése a közösségi oldalakra. Bízom benne, hogy az Uffizi képtár tekintélyes vezetői nem tekintik sértésnek ezt az indítást, mert hogy az önarckép elkészítése, ennek a kiállításnak a témája, azt is mondhatnánk, hogy eddig keveseknek a kiváltsága volt, és az is, hogy meg tudják mutatni, vagy meg tudják nézni ezeket a képeket. Mostantól természetesen a megmutatás is hozzátartozik a selfiehez, a posztolás, a megosztás az interneten, aminek köszönhetően mások is láthatják a rólunk készült képet, amit magunk készítettünk, mert hogy a, mint a legtöbb emberi produktum, a selfie sem ér önmagában semmit, közszemlére kell tenni. Antropológiai szükséglet, azt is mondhatnánk, hogy azoknak a dolgoknak, amiket létrehozunk, azoknak legyen arca, illetve ahhoz hozzárendeljük az alkotónak az arcát, hozzá csatoljuk a nevét. Nagyon fontos kérdés mindig, hogy ki. Ki festette, ki rajzolta, ki készítette, ki alkotta, ki írta, és ha van róla egy kép, egy fénykép, vagy éppen egy önarckép, akkor rögtön egy új dimenzióját nyitja ez meg az alkotóval és az alkotással való találkozásnak. A világhírű Uffizi képtár önmagában válaszolt már a középkor óta erre az igényre, az embernek erre az univerzális időn túli szükségletére, hogy a saját személyiségét egy arccal, egy képpel megjelenítse. Az önkifejezés, az önmegörökítés és ennek a közlésének a módja az változik, de ez az ősi igény, ez megmarad bennünk. Ahogy napjainkban okostelefonokkal készítünk, én nem mondjuk, de készítenek egyesek szelfiket, úgy korábbi századokban ecsettel, festékkel, vászonnal tették ezt a festészetnek a mesterei. Az Uffizi képtár, hogy mégiscsak a lényegre térjünk, fontos alkotásokat helyez el ebben a képzeletben, művészeti, festészeti térben, ezen a tablón, mely a világtörténelem legnagyobb alkotóinak képeit dokumentálja. De persze egy képtár az sohasem csak, és talán nem is elsősorban dokumentál, ennél fontosabb funkciója van, úgy állít művészi emléket, és az Uffizi képtárnak ez a privilégiuma, hogy egyúttal kanonizális. A legmagasabb rangra emeli a festőt azzal, hogy falai közé fogadja a képet, a képüket. Amelyik alkotó képe ugyanis fellelhető a képtár falai közt, ő a legszűkebb értelembe vett képzőművészeti elitbe tartható számon. Rejtélyes, enigmatikus műfaj a festői önarckép, az egyértelmű és nyilvánvaló látszatát tartja fenn, és ugyanakkor meg a személlyel kapcsolatban számos kérdőjelet is generál. Saját élményem, részben az itt jelenlévő Csorba László főigazgató jóvoltából, idén tavasszal, illetve koratavasszal, késő télen végig sétálhattam én is ezeken a termeken, az Uffizi képtárban, ezekben a csarnokokban, nézve ennek az önarckép képtárnak a darabrait, amelyek változatlan pompával ragyognak kívül, belül, és aki ide belép az ódon, ajtókon és falakon keresztül, egyszerre látja a változást, a maradandóságot, az elmúlást és az enyészetet. Remek művek a falon, és az Uffizi galéria elő is írja azt, hogy idézek, ebben a válogatott értékes gyűjteményben csak a legnagyobbaknak és a legnevesebbeknek van helyük. Ott őriznek több mint 1650 darabot művész önarcképekből, egy Habsburg rendelt el ezeknek a gyűjtését, ha jól emlékszem, igazgató úrnak a vezetésére. A világtörténelem legnagyobb és legnevezetesebb művészei, jelen esetben a festők között természetesen a magyaroknak is van helye. Magyar festők munkái 1872-től vannak jelen a világhírű képtárban, jelenleg 23 művész, 24 önarcképe,
nagy részük, milyen furcsa, milyen érdekes, itthon szinte ismeretlen. Az akkori értékítélet meg az utókor értékítélete nem esik mindig egybe. Ezt a 24 képet egyébként 2013. októberében és novemberében az Uffizi nagy sikerrel mutatta be Firenzében, önálló kiállítással az olasz közönségnek a tavaly megrendezett Magyar-Olasz Kulturális Évadnak a keretében. A Budapesti Történeti Múzeum, ezúton is köszönjük ezt a lehetőséget, vállalkozásának köszönhetően most mi is, a hazai nagyközönség is láthatja ezeket az alkotásokat, hogy csak két példát említsek, Markó Károly egyetlen önarcképe, vagy éppen Nemes Eliza gyönyörű portréja. Az Uffizire méltó festők ma is vannak Magyarországon, hagyj említsek meg két nevet talán, itt is vannak közöttünk, Keserű Ilona és Fehér László is fölkérést kaptak arra, hogy ennek a nagyszerű gyűjteménynek a darabjait gazdagítsák, és mostantól ők is ott vannak a firenzei gyűjteményben, hogyha eddig nem voltak világhírűek, akkor ezután biztos azok lesznek. A mai napon persze nem csak a kiállítást nyitjuk meg, hanem a magyar kultúra szeretőknek és a magyar kultúrának fontos napja van. Ma kezdődik a Budapesti Tavaszi Fesztivál, amelyik mondhatjuk azt, hogy kívülbelül megújult idén. Duplázás van ebben a fesztiválban. Tavaly 28, idén 58 helyszín, tavaly 84 esemény, idén 172 program, és az anyagi támogatás is, most a számokat szerénységből nem mondanám, duplájára nőtt. Én bízom benne, hogy az az új együttműködési forma, amelyik mutatja azt, hogy Budapest és a kormányzat 21 néhány év után tud harmonikusan és jól együttműködni végre. Ez az új együttműködési forma, ez az új keret a fesztivál tanáccsal és az operatív testülettel egy olyan jó menedzsmentje lesz a jövőben ennek a fesztiválnak, hogy egyre nagyobb csúcsokat fogunk tudni meghódítani. Már ma is elmondhatjuk azt, hogy akár egy kiállításért is érdemes Budapestre jönni, akár Bécsből, akár Párizsból, akár Berlinből, bárhonnan a világ bármelyik tájáról, vagy éppen Tokióból, mert hogyha egy kiállításért idejön az ember, akkor biztos, hogyha megnézi a programfüzetet, akkor aznap estére legalább 3-4 olyan koncertet talál Budapesten, amelyek a világ bármelyik pontján megállnák a helyüket és vonzanák a közönséget. Tehát érdemes Budapestre jönni, bízom benne, hogy főpolgármester úrral egyetértünk abban, hogy nem csak érdemes Budapestre jönni, hanem még érdemesebb, egyre érdemesebb és élvezetesebb itt lakni, itt élni, úgyhogy mégiscsak a Budapesti Tavaszi Fesztivál legyen leginkább a budapestieké. Érdemesebb és élvezetesebb itt élni, hiszen már a tél beálltával elindult a tavasz, most meg már egészen nagy a tavasz, és ilyen nagy legyen a tavaszi fesztivál is. Köszönöm a figyelmüket!